Sziasztok újra! Ebbe a vaddonaszúj videóba sokat gondolkoztam azon, hogy most erről csináljak-e videót, ne csináljak-e videót, ez megér egy videót, vagy nem ér meg egy videót, ugyanis a mai témánk az lesz, hogy elmentünk Horvátországba. Ugye mivel az előző videóban kiderült, hogy hát megsérült az autó, balesetünk volt, nem tudtunk sem autóval menni, nem készült el, még a mai napig nincs autóm egyébként. Mentünk Horvátországba, ugye volt egy szállásfoglalás, le kellett valahogy jutni. Horvátországban is azt választottuk, hogy vonattal megyünk, és akkor ezzel kapcsolatos élményeket szeretném így megmutatni. Le is lőném itt a videó elején a poént, hogy ugye ez 14 órás út volt, és hát egy vonaton azért el lehet képzelni, hogy milyen. Viszont most a következő bejátszásban, amit abban a pillanatban vettem fel, amikor felszálltunk, tehát ez az oda úton volt, egyből elkezdtem videózni, nem is tudtam, hogy ezt a videót már akarom csinálni, de felvettem, úgyhogy akkor most ezt nézzük is most meg. Na, sziasztok, spacok, eljöttünk nyaralni. Horvátország ugye kocsi miatt, és nem tudtunk kocsival, és hát gyerekek, ez a vonat, rövid leszek és gyors. Ilyen molotot kell elképzelni, ez a fülkés kategóriás. Ami a legtutibb ebbe az egészbe, iszonyú csöves, hogy egy kurva konnektor nincs a 13 órás utunkra. Itt lenne a hely alapvetően, tehát valahol ugye a vonatban lenne, de hát rohadtul nincs, úgyhogy kicsit kivagyok, meg a Henny, te is. Tehát nagyon nagy szívás. Vagyunk. Hát, mint láttátok, igen, hát ezek a körülmények. Hát kb. A vonat lemaradt 20 évet így a dolgokról, tehát se konnektor, se USB nem volt rajta, semmi nem volt rajta. Hát tényleg a tabletem, ez 10, nem is 10%-on, 40%-on volt, a telefonom is valami 70. Hát mondom, úgy is töltöm, majd mikor mentünk Prágába vonattal, akkor azon például volt 2. 20-11 darab nem volt. Tehát az egész kocsiban nem volt, nem az, hogy a kabinokba, és tudjátok, ezek a kabinos kocsik voltak, tényleg ami 20 évvel ezelőtt konkrétan. Tehát az, hogy nemzetközi járatokra ilyet állít be a MÁV, tehát ez beszédes, tehát tényleg, tehát oké, hogy Magyarország, még nem annyira fejlett ez az ország a nyugathoz képest, de hát baszki! Na, pedig én most kell. Itt van egy pár válasz, meg sör. Majdnem bealudtam, csak arra keltem, hogy kísérni kell, de most itt vagyok a WC-be. Nagyon kemény. Ez az utazás. Mindjárt mondom tovább. Most megálltunk. Nagyon durva. Itt is senki földjén. És hát ilyen 13 óra, ez most nem tudom, hanyadik óra. Tudom, mert 2 ment le belőle, de már tényleg már majdnem beállottam, nagyon durva. Megyünk az ülőzélünk felé, ez a lényeg. Á, most ugye, szembe is volt egy ülés a vonaton, ugye ezek a kabinos ülések egymásra szembe is volt, tehát mondjuk legyen ez az ülés. Egy előnye volt, hogy tudtam úgy aludni, hogy ugye konkrétan így volt az ülés, ugye itt volt egy másik, tehát a szembe lévő ülés, és tudtam úgy aludni, hogy itt volt a lábam, középen nincs semmi, és akkor valahogy így kitekeredve, valahogy így tudtam aludni, na most ez elég kényelmetlen volt egyrészt, másrészt pedig tényleg nyakfájással ébredtünk mind a kettő Hennyvel, ugye meg ráadásul a másik fülkén belül volt még két ember, tehát nem mondom, hogy szűkös volt, de nem tudtunk lefeküdni például arra a nagy hosszú ülésre, mert ugye volt még egy ember mellettünk. Semmi, és senki. Valakik alszanak. Csomóan úgy tudnak aludni egyébként, hogy ketten vannak egy kabin. Azaz, pont az a lényeg, hogy tudnak aludni. De mi négyen vagyok egy kabinban, basszus. Mert két csaj, úgyhogy jaj, durva. De mindegy, lényegtelen. Az a lényeg, hogy neked fog ez mondani nekem. Ennyi. Nem tudom, mennyi hallatszik a videókon, de ott van. Úgyhogy... Jelezni kell. Na hát és akkor?
jegyek, mert ugye, hogy mennyibe került, ugye felmerülhet sok emberbe, hogy ez mennyibe került mégis. Ugye kijött ebből a videóból, hogy nagyon szerény körülmények között voltunk a vonatban, és nagyon kényelmetlen volt, és aludni alig bírtam. És akkor, hogy milyen áron jutottunk le, meg még akkor mondok még pár információkat, tehát akkor alapvetően, itt vannak nálam a jegyek, 15.925 forint volt a jegy, plusz a helyjegy az 1950. Ugye ennyi volt egy személyre. Itt van egyébként. És akkor még az igazsághoz hozzátartozik, hogy lehetett volna 20.000-ért pluszba, de hát az nagyon nagy plusz lett volna, akárhogy nézzük, hálókocsit venni. Hálókocsis jegyet, amit ott tudtunk volna aludni a vonaton, ami sokkal jobb lett volna. Tehát igazából ez tartozik hozzá az igazsághoz, meg az is, hogy ki lehet bírni. Inkább azt mondom, a fiatalabb korosztályoknak tudom ezt ajánlani. Akik tényleg lehet, hogy én is 20 éves lennék, akkor azt mondom, hogy ez tök buli volt, meg tök jó árba kijött. De aki már kicsit a kényelemhez szokott, esetleg az autóhoz szokott, hogy mondjuk vezet, annak nem nagyon tudom ajánlani. Lehet, hogyha Horvátországba valaki le akar jutni, sokkal könnyebb eljutni úgy, hogy mondjuk busszal megy, az 8 óra, vagy 7, vagy 6, vagy 7 óra, nem tudom, de kevesebb, fele annyi, vagy pedig ő hálókocsit vesz, és akkor tényleg rászáll egy kis pénzt, mert ez így összességében tényleg kitekeredett a nyakam, utána másnap egész nap aludtam, szinte majdnem, ahogy hazajöttünk. Hát igen. És tényleg most lehet azt mondani, hogy mert hogy valakinek jó alvókája van, a vonat folyamatosan ezt hallatja, hogy illetve folyamatosan bejön az ellenőr, hogy a jegyet leellenőrizze, illetve bejön a hatóságtól a határellenőr, és az is felkelt. Szóval igazából ez már eleve. Ja, meg látod, hogy pirkat közben. Szóval, na mindegy, tehát elég szar. Tehát tényleg, hogyha valaki tényleg vonatot választja, úgy akar eljutni, és azt mondja, majd én aludni fogok, nem fogsz valószínűleg. Főleg, hogyha mások vannak a fülkébe. Ha ki tudsz olyan fülkét fogni, ahol csak te vagy, vagy a pároddal, vagy ez tök jó. Mert akkor ott le tudsz a hosszú ülésre feküdni. Úgyhogy ennyi összességében, tényleg inkább, hogyha valakinek nincs autója, akkor a busz tudom ajánlani, mert sokkal jobb, illetve azokon van töltő, nincs azt, hogy nyomorogni kell azon, hogy merül a telefon, és akkor lemerített 3 óra alatt, aztán így nézel ki a fejedből, mert tényleg, tehát sehol nincs konnektor abban a rohadt vonatban, annyira régi. Úgyhogy ennyi volt. Veszem itt a jegyeket. Ennyit akartam elmondani ebben a rövid kis videóban, remélem, hogy ez tényleg már nem ilyen mesélős videó lesz a következő, csak még ezt úgy éreztem, hogy ezt így el kell mondanom, hogy tényleg most ez van, úgyhogy valaki le akar menni. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!